Üdvözlök mindenkit! Itt a nyár, remélem napoztok valamerre, és lazultok. Én napozok munka közben. Persze jóban vagyok kembe, naptejjel, de azért próbálom keresni az árnyékot. Például, mint most is. Ez itt a Red House. Régebben amúgy keresztül lehetett rajta biccajozni, nem tudom, a Covid miatt, vagy más miatt. Most már nem lehet. Meg jó flash volt. Semmi se olyan már, mint régen. A nap se. Erről szoktam panaszkodni, vagy sztorizni, hogy gyerekkoromban még azt mondták, hogy kettőig, vagy kettő után érdemes napozni, vagy lehet napozni. Most már 4 után ezt javasolják. Itt amúgy meg egy tipikus kicsike építkezés. Csinálják az U2, U4. Jól mondom? Nem. U2, U5. Valahol összekapcsolnak, valahol szétválnak, valamit átcsoportosítnak. Fejlődik a város. Nekünk is fejlődni kellene. Hát ahogy veszük, próbálok fejlődni, mert nem munkakeresésben vagyok. Hát ha idővel találok egy kreatívabb, izgalmasabb munkát, mint a bringás futárkodás, mert jó, szép tekeri, de hú, de rohadt forró ez a fém. Ez azért ouch. Szóval jó, de még egy telet nem feltétlenül szeretnék itt lehúzni. Szóval rajta vagyok, hogy valami más munkát találjak. Én bemegyek az árnyékba, nincs kedvem itt égni. Sőt, amúgy nekem erre is lehetne menni. Most is egy rossz irányba jövök. De legalább megmutattam nektek az építkezést egyik oldalról. Hát most ebből sok minden nem látok, tehát tök felesleges, hogyha odafordítom. Yes! Zöld hullám! Jippi! Aha! Hát az piros volt. Engem nem zavart. De lehet, hogy apukaként nem piroson kellene átmenni. Megyünk az árnyékba. Ja, akkor most csak következőn. Ezek az utcák itt jobbra valamelyik, mert mindegyik egy irányú, csak nem mindegy, hogy melyik irányban. És ez nekünk jó irány. És itt megyünk az árnyékba. Nem volt kedvem így nappal szembe felfeltekerni, sőt, be is megyek a kampuszba. Ott a fás részen, a parkban. Remélem hűvösebb lesz, mint itt a betonon. Még egy picit, ez már szembe a kampusznak a utca frontja. Már csak be kéne jutni. Gyalogos nem ütjük el. Balról nem jönnek. Jobbról jönnek. Ezt elengedjük. Ezt nézem, hogy valahol át tudok-e menni bakkanás nélkül. Igen. Közben jött a rendőr. Ups. Danke. Jó fejek voltak, nem állítottak meg. Hát annyira nincs itt hűvösebb, mint ahogy reméltem. A Práterben jobb. Práterben hűvibb van.
Aki követi az ilyen bringás adásokat, azok tudják, hogy merre járunk, hol járunk. Látom, gyermekem is van. Ha valaki még nyáron is szeretne tanulni, az megteheti. Megjöttünk a Narentúrmhoz. Hopp. Hát, tőcsöm jól kijött egy a bokrok közül. Egy balos. Fú, ilyenkor napozni. Megkérjük őket, hogy engedjenek el. Dank, Eklib. Aha. Igen, most lemegyek, hogy aztán majd az AKH-nál feljöjjek, de... Na, Bécs, ilyen dimmes dombos. Danke. Danke. Tök jó fejek, cukik. Nem kellett leszállnom a bringáról. Ez itt már az AKH. Itt nekem egy jobbos kell tolni. Nem jön senki. És itt megyünk be. Ha az Audi kicsit gyorsabban jönne. Ismerős a hely, itt van Semmelweisnek a mellszobra. Itt kell bemenni, ebbe a kis parkban van. Most nem állunk meg, csak így megmutatom innen, hogy ott. Megyünk felfele. A kaját ki kell szállítani. Hát biztos nagyon éhes. Aki meg nem vette. Grüsszolj! Ó, na ez hűvös. Ez már itt kellemesebb. Aj, de jó. A bácsnak kéne kimenni. De hát ez nem kívánság műsor. Hölgyeim és uraim. Dolgozni kell, ha már az ember elszegődött bringás futárnak. Ezt szoktam csinálni, hogy az árnyékból árnyékba megyek, hogy ne a napon kelljen menni. Ez annyira nem nagy buli. És már is hagyjuk az AKH-t. Ennyi volt. Tajunk. Itt amúgy ki is tudok menni a forgalomba. Jól látom, ez egy magyar rendszám volt amúgy. Ja, egy magyar Tesla. SUZ 6, nem mondom ki a többi számot. De a csúnya liba fos zöld szint, ezért kiszúrtam. Ipi, bárcsak hűs lenne ez a szél, de ez ilyen meleg szél. Figyelünk. Na, hol az árnyék? Hát nem sok árnyék van itt. Na. Ezek is jól átjöttek a pirosan. Nem jön senki, se jobbról, se balról.
Ott az árnyék, azt kell megszírozni. Boing, csak igen, szemből jönnek. Én is mennék az árnyékba, megértem, hogy itt biztos az. Huszonöttem ért, hogy nem is takartam, voltam neki megemelkedő. Na még 6. Boing. 30. Megértünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha még nem iratkoztak fel, nyomják meg a feliratkozás gombot, és találkozzunk legközelebb is. Hello!